Nem vagyok én úrinő, csak egyszerű leján, de kimenő van minden vasárnap délután. A nagyságám hadiszári, ki lehetne más, és a gazdám a sok imor hadiszorás. Azért jöttem el magához, igen, tisztelt úr, igen. Mert a szalom magánál sok színésznő tanul. Ott hagyom a cserépáját, üsse meg a kő, lehet majd még belőlem is pesti színésznő. Jól van, drágám, de először vizsgáznia kell. Jó. Legjobb lesz, ha rögtön egy kis nótát énekel. Kereten, Némand, légy az enyém. Te vagy a leggusztább legény. A te kurázsid, a teste lázsid, szemét a legszebb kötemény. Gyere te, Némand, gyere popám, maradj a nőcskéd oldalán. Nincsen a földön, csak tényleg én. Gyere te, Némand, légy az enyém. Kitűnő volt, mondhatnám, hogy direkt te csodás. Tessék, lányom, itt van már a megállapodás. Kár lenne a dézsa mellett elvirulnia. Pardon, ez nem kompliment, kár elvirulnia. Ja, Istenként, de boldog vagyok, majd szétrepedek. Talán máma estére már te is léphetek. Jaj, kosári Emmanuel, pedánk Sárika. Itt van az új kollégátok, Pacal Márika. Gondoljuk most, tisztelt úr, hogy ön a partnerem. Próbáljuk most egy kicsikét nótázni velem. Gyere te, Némand, légy az enyém. Te vagy a legusztább legény. A te kurázsi, a teste lázsi, szemünk a legszebb kötemény. Gyere te, Némand,